A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai elvezetik otthonából azt az 55 éves szekszárdi férfit, aki vélhetően több mint egy éven keresztül bántalmazta volt barátnőjét, valamint rendszeresen kényszerítette arra, hogy másokkal is szexuális viszonyt létesítsen. A nő 2020 nyarán tett feljelentést a férfi ellen a szekszárdi rendőrségen. Az asszony feljelentésében elmondta továbbá kollégáimnak, hogy a férfi több alkalommal rávette arra, hogy kolduljon, és hogyha nem megfelelő összegeket vitt haza, akkor a férfi újra megverte őt. Az asszony egy alkalommal olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy maradandó fogyatékosságot is szenvedett. A feljelentést követően a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán nyomozást indítottak, majd a beszerzett bizonyítékok alapján 2021. május 5-én a reggeli órákban a vádolt férfit elfogták, előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. Emberkereskedelem büntet, kényszermunka büntet, valamint maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A férfit kihallgatását követően őrizetbe vették, és kollégáim előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására a Tolna megyei főügyészségen. A férfi tagadta a bűncselekmények elkövetését, azonban ha bebizonyosodik bűnössége, több 10 évre is elítélheti majd a bíróság.